A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület 2000-ben alakult. Nagy örömükre szolgál, hogy kezdetben egy felnőtt csoporttal indultak, azóta azonban bővültek. A klub mára 4 korcsoporttal rendelkezik. Felnőtt, utánpótlás, aprók és tipegő korosztállyal. A klub elnöke azt mondja, megközelítőleg 80 tagja van az egyesületnek. A tipegőknél a babák, akik még ugye nem óvodáskorúak, ők babázó, játszó, tehát ők inkább csak ismerkednek a hangokkal, mondókákkal. Az apróink azok az óvodáskorú gyerekek, őket Szabóné Béda Anita tanítja és irányítja. Utánuk következnek az utánpótlás korcsoportúak, ők az iskolások, és hát ugye a felnőttek azok a 18-tól 99-ig. A tavalyi év az, hát ugye a vírushelyzet miatt nagyon nehéz év volt az egyesület számára. Nem kezdem el ecsetelni, mert szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek. Tehát, hogyha egy egyesületről beszélünk, egy embercsoportról, közösségről, ugye nagyon-nagyon megnehezíti az életet, a működést, a fennmaradást az, hogyha nem találkozhatunk, ha nincsenek közös élmények, programok, nem tudunk együtt lenni. A tavalyi év az sajnos ilyen volt. De ennek ellenére szerencsésnek mondom magunkat, mert volt azért jó pár program, esemény, amit meg tudtunk tartani, természetesen a szabályok betartásával és betartatásával, de számos program volt. Nagyon-nagyon jól indult az évünk. Márciusban egy táncoskánk, Zörényi Dávid, Mohácson elnyerte a Baranya kiváló gyermektáncosa címet, aztán a felnőtt csoport női és lány tagjai a Tolna megyei Cinege Madár népzenei versenyen aranyminősítést kaptak, illetve Kóta országos aranyminősítést, és ezután jött ugye a rendelet, a karantén, a szabályozások, így az aktív működésünk az leállt, tehát az eredményes és sikeres kezdés után egy kicsi visszaesés következett. Bár az egyesület működése kis időre leállt, a tagok mégis szerettek volna méltó módon megemlékezni az ország szétszakításának 100. évfordulójáról. Májusban egyesületünk kezdeményezésére sikerült a várost, illetve a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft-t bevonni egy kisfilm készítésébe. Elkészítettünk egy kisfilmet a Trianon 100 emlékére, tehát Bátaszék is méltóképpen megemlékezett ugye a nemzet szétszakításának 100 éves évfordulójára. Itt a 3 főnépcsoport, a németek, a székelyek és a felvidékiek közösen szerepelnek a kisfilmbe, táncolnak, és közvetítjük azt, hogy összetartozunk, tehát nem csak régen, még ma is megvan bennünk ez a szándék, ez az akarat és a lét. Tehát, hogy együtt élünk, együtt lélegzünk, együtt táncolunk, és nagyon-nagyon jól sikerült ez a kisfilm. A számos tervezett program közül a felvidéki est volt az egyik olyan esemény, melyet sikerült megtartania a néptánc csoportnak. Biztosra mentünk, és itt a művelődési ház adott helyet a programnak. A gyerekprogram után a felnőtteknek készültünk, a Parapács zenekar jött Agó Csatillával, és ők adtak egy kis betekintést a felvidéki népzene gyönyöreibe, tanultunk énekeket, táncoltak egyébként a táncosaink, és nagy élmény volt, hogy a Parapács zenekar kísérte őket. Tehát egy nagyon hangulatos estet töltöttünk együtt. Ez nagy öröm volt nekünk, hogy ez megvalósulhatott, ugyanis szerencsére, ezt is nagyon-nagyon, tehát ennek is nagyon örülünk, hogy számos pályázati lehetőségünk volt a tavalyi évben. Ugye a Csóri Sándor alaptól kaptunk támogatást, illetve Bátaszék város önkormányzata is támogatott minket.
Augusztusban Dávidunk megint szóló táncversenyre ment, augusztus 29-én Szekszárdon a Dél-Dunántúli hagyományőrző szóló táncversenyen aranyminősítést kapott. Ennek is nagyon örültünk, és ezért, mert ő ilyen eredményesen, tehát annak ellenére, hogy ilyen nehéz és körülményes volt ez a múlt évünk, tehát ő saját maga készült föl, és önszorgalomból képezte magát a versenyekre nagy részt. Természetesen az egyesület tagjai, felkészítő tanárai segítették, de nagy mértékben Dávidon múlt ez a siker. Ezért ő decemberben megkapta a Fiatalok a Városért elismerést, ugye Bátaszékvárostól, melyet dr. Bozsélik Róbert polgármester úr adott át neki. Az augusztusi sikerek után októberben még egy budapesti kiránduláson is részt vehetett az Egyesület. A Rákóczi Szövetség. A Rákóczi Szövetség is minden évben segíti a munkánkat, és ebben a kritikus 2020-as évben kiírtak egy olyan pályázatot, melyre mindenkinek lehetett ugye pályázatot benyújtani, honismereti kirándulás címmel. Egyesületünk élt ezzel a lehetőséggel, és azon tagjaink, akik október 24-én felmerték vállalni azt, hogy Budapestre elutaznak, és ott különböző érdekességeket és emlékhelyeket megnéznek, fölültünk egy buszra, és az Egyesület elment kirándulni. Komoly dolgokkal foglalkoztunk, komoly dolgokat néztünk. Fiumei úti sírkertben voltunk, híres emberek sírját néztünk, gyújtottunk gyertyát némelyiknek. Aztán a Kossuth téren az 56-os kiállítást néztük meg, illetve ugye az összetartozás emlékhelyét, amely a Trianon 100 alkalmából készült. Tehát elég nyomasztó volt ezt a sok mindent így egy nap alatt látni, de mégis nagyon jó érzéssel jöttünk haza, tehát mindenki, aki eljött, az nagyon örült, hogy ezeket láthatta. Ezek semminek tűnő programok, de ugye itt a karantén után, illetve a nyár folyamán, tehát nem nagyon volt lehetősége az Egyesületnek arra, hogy aktívan együtt legyen, próbáljunk, dolgozzunk. Tehát ezek viszonylag nagyobb megmérettetések, megmutatkozások voltak. Tehát annak ellenére, hogy nem a hagyományos módon zajlott az Egyesületnek az élete, mégis azt gondolom, hogy kihoztuk a maximumot a tavalyi évből, és színvonalas módon képviseltük magunkat, illetve a felvidékieket. Itt beszélhetünk ugye a Dávid eredményeiről, beszélhetünk a fellépéseinkről, az ünnepi testületen nyújtott műsorunkról, illetve hát októberben a jubileumi gála műsorunk. A Néptánc Egyesület elnöke azt mondja, bár még nem tudni, hogy alakul az idei év, pozitívan tekintenek előre, és számos programmal készülnek. Itt az elmúlt egy év, másfél év lemaradásait, tehát itt a csapatépítést, az újra a kondíció, a koreográfiák frissítése, tehát én azt gondolom, hogy ez nyárra már talán megvalósulhat, tehát tánctáborokat mindenféleképpen szervezünk minden csoportunknak, illetve a népi játszónkat, ami nem kimondottan az Egyesület tagjainak, hanem bárkinek szól. Ide főleg a kisiskolás és óvodás korosztályúakat várjuk. Bízom abba, hogy 2021-ben már együtt tudjuk várni a karácsonyt, és az adventi időszakban egy évzáró, egyben karácsonyváró műsort meg tudunk tartani az Egyesülettel.